emlékszem az első találkozásunkra, írtél a piacon egy tálca kálába, és mesélted a történetedet, hogy te Ausztráliában dolgoztál, mesélj nekünk egy kicsit erről, hogy keveredtél vissza Magyarországra, illetve hogy kötöttél ki a kálát. Véletlenül Ausztráliába keveredtem egy virágkertészetbe, ahol nem kálákkal foglalkoztak, hanem frézia, szegfű, lilium, alstroméria. Hollandok voltak, de Ausztráliából kivándoroltak. És igazából ott szerettem bele a virágokba. 10 évet töltöttem aztán kinn, és hazajöttem. Kála tetszett annyira, hogy azt mondtam magamnak, hogy ezzel szívesen foglalkoznék. Egy újdonságot hoztál, hiszen ez igen. Importból volt valamennyire elérhető, mert a hazai termelő például nem foglalkozott. Kicsit kényes ez a növény. Szerintem. Tehát van egy-két dolog, amit meg kell tanulni, hogy azt meg kell csinálni, és az bele fog kerülni egy jó pár millióba, mire az ember azt megtanulja. Májustól októberig van az értékesítés. Nyilván a vevők ezt nagyjából ismerik, de van-e valami, amit tudnia kell, aki kálát szeretne értékesíteni, vagy ő mit mondjon a végfelhasználónak? Hát, hogy szereti a kála a fényt. Azért, ha kintre is lehet ültetni, félárnyékos helyre, bent egy olyan helyre kéne rakni, ahol azért jó sok fényt kap. Igazából a vízigénye átlagos, tehát sose száradjon ki. Ugye ez ebből a szempontból mi jobbak vagyunk hazai termelők, hogy nincs az, mint az importnál, hogy behozzák. Látod egy hétig vizet. Igen, nem látott, vagy akár csak 3 napig nem látott. A kála ezt nem bírja, hogy 3 napig nincs víz, akkor utána meg van borítva, na olyankorra szoktak berohadni az import kálák. Az enyémek ugye azért előző este összeszedem a fóliasátorba, meg van öntözve, tehát nincs ez jó a... Jó állapotban. Igen, így van.